gratulálok mindkét csapatnak egy jó mérkőzéshez. Most szerintem a verekezés dominált. Ákos, te mind mondanál a mai meccsről? Igen, én szeretnék gratulálni a Paksunk, megérdemeltem, nyertek. Végig az egész meccs során vezettek. Nem hiszem, hogy betartottuk azt, amit megbeszéltünk, nem védekeztünk elég agresszívan. A Paks ránk tudta előtetni az akaratát jobban, miért őt agresszívan van, jöttek ki. Ráadásul ezzel párosult egy viszonylag rossz, sőt nagyon rossz dobóforma, és úgy gondolom, hogy ez megfeszítette a sorsunkat. Nagyon fontos meccs lett volna ez nekünk, de van még hátra 5 fontos mérkőzésünk, meg kell elérni a play-offot. Sok sikert kívánok a Paksnak! Köszönjük neked is továbbiakban. Arti, I can see on your face that it was a hard game for us, for both teams. Yeah, it was a real physical game. Not so fast, but more physical. A lot of guys, a lot of us were tired through some of the warmth in here too, the heat. But I think both teams fought through it and we ended up on top. So. Látszik az Ártin, hogy elég fárasztó mérkőzés volt, ő is mondta, hogy inkább fizikális mérkőzés volt ez a mai, mint gyors. Elég meleg volt a csarnokban, úgyhogy ez is befolyásolta a mérkőzést. Sokan nagyon fáradtak, de örülök, hogy sikerült nyerni. Thank you, Arti. Kizsolt, szelő, mit szólnál a mai meccshez? Először is gratulálok a Paksnak, megérdemelt győzelmet arattak. Ahogy Ákos már említette, gyakorlatilag az egész meccsen mi futottunk csak az eredmény után, és nem volt, hogy felzárkóztunk, azt hiszem 2x4 pontra tudtunk jönni, ami azt jelenti, hogy tényleg egy nyílt meccset csináltunk, de akkor mindig meg tudott ülni az asa, és újra elhúztak, tehát úgy, ha őszinte akarok lenni, nem volt benne, hogy megnyerjük ezt a meccset. Nagyon akartuk, nagyon szerettük, és én azt gondolom, hogy a mi csapatunkat azért dicséret illeti az akarata, amivel játszottak, mert tényleg mikor olyan hátrányban voltunk, hogy úgy tűnt, hogy eldőlhet a meccs, akkor mindig vissza tudtunk kapaszkodni, de a jobb csapatot találtuk szerintem magunkat a pályán, gratulálok még egyszer. Köszönjük szépen. Beci, marad meg haját mai meccs után. Hát most már elkezd valószínűleg gyérülni egy kicsit. Természetesen örülünk a győzelemnek, nyilván ez volt a legfontosabb. Valóban jól mondta Arti, hogy tényleg fizikális volt a mérkőzés, és ezt is kértem, mert tudtam, hogy a szegedi csapat is keményen tud játszani, főleg a palán közelében, és való igaz, hogy kicsit gyengében dobtak, de merem azt mondani, hogy tényleg azért próbáltuk nyomni rajtuk, és próbáltuk kihívni a külső dobásaikat is. Szerencsére kontrolláltuk jól a lepattanókat. Azt hiányoltam, nem vagyok tehetetlen, de kértünk csapattól, hogy a harmadik negyedet azt próbáljuk meg tényleg kontrolláltabban és tényleg felgyorsulva játszani, ez nem sikerült, el is vesztettük. Még mindig hiányzik az a kicsit az a gyilkos ösztön, ami néha kellene ahhoz, hogy tényleg megnyugodjunk. Így egy tényleg egy szoros meccs volt, egy nagyszerű ellenféllel szemben nagyon-nagyon-nagyon jól esett nekünk az a szemben, amit kellett. Fontos győzelem, természetesen gratulálunk mindkét csapatnak, további sok sikert. Köszönjük. Kérdések? Zsabion, csapat. Jó, csak. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük.